Adrián volt az első, és Csaba a második, Csoki a harmadik. Ádi, hello, hello, mi újság? Nincs uli? Vége van? Máté, köszönöm szépen az üdvözlő. Nem tudom, mindjárt megmondjuk, hogy mi ez. Háj. Egy hájt. Köszönöm szépen. Az van rajta elég háj. Jó vagyok, köszönöm. Remélem, hogy ti is jól vagytok. Örülök, hogy jöttetek. Adrián Borbé. Szia, anya. Szia, mit főztél? Ma nincs ötletem. Brokkoli krémlevest kértek a gyerekek, de azt nem csináltam. Jó fej vagyok, mi? Szóval azért nem, mert még volt egy pici leves a hétvégéről, amihez csak tésztát kellett főznöm, úgyhogy brokkoli krémleves holnap lesz. Sziasztok! És bolonyai spagettit kértek, nem volt spagetti tésztám, nem tudom mi a neve, olyan, mint egy ilyen kis csiga, de nem csiga tészta, hanem ilyen valami olasz tészta, szóval azzal csináltam nekik, meg kenyeret sütöttem. Eddig jutottam ma. Nagyon szép vagy, aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Olyan, mint a tavasz lenne, de nem, 6,5 fok van. Szóval nincsen olyan jó idő, de szép vagy. Köszönöm szépen, Viktor, és mindenki, aki megdicsért. Tavasziasnak érzem a hangulatot, és ezért hajat is... Máté, köszönöm szépen a szívecskét. Köszönöm. Kellett is hajat mosnom, hogy kajaszagú voltam, azért ilyen csúnya, mert hajszárítóval szerítottam meg. Ah, de jó vagy, ma is köszönöm szépen, Sándor Erdei. Ahoj, Milos, szia-szia. Nálatok is szépen süt a nap? Na, erre jó volt a tegnapi szélvihar. Akkor a szél volt nálunk, hogy szétfújt mindent a kertbe, az ülőgarnitúrákat. Renátó, makaroni tészta, nem tudom, ez a... Nagyon sinosnak tetszik lenni, köszönöm szépen. A kifli.hu-n vannak ilyen különleges tésztek, de nem tudom, én még nem láttam miért, pedig elolvastam direkt, hát ha megjegyzem, de nagyon olaszos volt. Milyen szív van az órádon? Ez rose gold. Te vagy az a fajta anyuka, aki miatt nem lehet időben végezni a szülői értekezlettel. Közben folyamatosan elutasítom a csatlakozásokat. Hello Tibi, Csaki, köszönöm szépen, hogy jöttél. Feri, hello, hello, köszönöm a rózsát. Nagyon szép, csinos, aranyos asszony rózsával. Köszönöm szépen. Már megérte jönnöm, mert ilyenkor mindig aranyosnak érzem magam. Amúgy annyira nem viccelek. Szia, van Instád? Igen, itt a profilon. Oh, Tibi, köszi szépen. Láttad, hogy elvakít itt a napfény, és kaptam egy szemüveget, köszönöm szépen. Van Instám, itt eléritek a profilomon, van egy ilyen gomb, meg lehet nyomni, és akkor ott lehet nézelődni, de ma még nem raktam föl semmit, mert épp hogy ide értem. Budai Márkó, hello, szerelmes lettem, köszönöm szépen a szerelmes üzeneteket. Köszönöm, ma befogadó képes vagyok rá, de bizony azért nem tudom. Köszi Tibi, aranyos volt, hál, nagyon jól néztem ki, tényleg. Oda kis Csabi, Zoli, Zozó. Hello, Dori! Hello, hello! Tetszett a tegnapi vidém? Hello, Mona! Sose dolgozott és csak mutogatja magát. Igen, jól ismerjük egymást, nyilván azért alkotsz rólam véleményt, így ismeretlenül te gonosz dög. Amúgy nem így van, de köszönöm szépen az észrevételt, hogyha te ennyit nézel ki belőlem. Magadból indulsz ki? Na ne gonoszkodjunk, ma jó napunk van, süt a nap. Hello, hello mindenkinek, köszönöm szépen a moderátorok munkáját. Kicsaptam a biztosítékot nála. Csinike vagy, köszönöm szépen. Mi a kedvenc pózod? A fekvő, aminél aludni kell. Mit szólsz az üveges bébi kajához? Én mindig csináltam nekik, aztán jó, néha becsúszott egy-egy üveg, de szerették. Már akkor is brokkoli krémleves fanok voltak, mikor picik voltak a gyerekek. Leszel a gyerekem anyukája, nem tudok az lenni. Bomba, köszönöm szépen a külön megszólításokat is, lapozzunk. Üdvözlöm az újakat. Elkapnál magra bontodat. Nem lesz ilyen. Miért fáj másnak, ha te csak mutogatnád magad? Mit tudom én, mert ők nem akarják magukat. De hát már a live-ozáshoz is kell egyféle ambíció, nem? Mintha ők nem a live-ot néznék, Zsigmond Official szeretne, aki követ engem, de aranyos csatlakozni, de nem tud sajnos. Legyen szép napod, köszönöm szépen, miért nem dolgozol, mert el kell hozni a gyerekeket az iskolából, azért nem. Jaj, szia, ismerlek valahonnan, igen, az ingyen élő klubjából jelentkeztem be élő adásba. Mit csinálsz? Állandóan az erdőbe, imádom a stílusot, köszönöm szépen. User 989Q, köszönöm szépen a rózsát. Na, milyen sok az új, csak úgy ámulok és bámulok. Emeleteztem matekból, és akárhogy osztok, elméleteztem szerintem. Osztok, szorzok, nekünk együtt kell lenni. Ez nagyon aranyos, ez nagyon aranyos. Hello, Adrián.
De neked van. Nekem van munkám, igen, de ez nem érdekli őket, ezért mindig mondunk valamit. Legközelebb valaki megkérdezi, mit dolgozok, azt fogom mondani, hogy multifunkciós háztartásig is kisgép vagyok. Vagy valami ilyesmi. Mit tudom én? Nem tudom, mit akarnak hallani amúgy. Emelteztem. Hogyan a gyerekek? Jó van, köszönöm szépen. Sikerült az ülést beállítani. Igen, sikerült beállítani. Nem bírtam kihagyni ezt a videót. De nem lesz sok ilyen ám. Szia, jók a videó, hogy így tovább. Köszönöm, aranyosak vagytok. Miért vagy az erdőbe? Várom a farkast. Hello, Anna. Tessék garbót verni, majdnem eldobtam. A telefonom, nincsen garbóm. Az nem áll nekem jól. Szerintem abban úgy néznék ki, mintha dagat lennék. A Dorian, szia. Pedig nem vagyok az. Legyen közönségtali. Jó, megvárjuk a metroállomást Székesfehérváron is, akkor majd ott lesz az aluljáróban. Köszönöm, user 989, köszönöm szépen ezt a sok rózsát. Mi a kedvenc filmem? Egyébként sorozatfüggő vagyok, és a Blacklist, de most az új évad már nem olyan jó. Milyen órán van ez egy Apple Watch? Ez az utcsó videó. A maszkos? Köszönöm szépen a rózsát, user 989. Szoktak leszólítani a látvány miatt, már nem járok olyan helyen, ahol van rá alkalmuk, de a fiatal koromnak elég jellemzője volt a gyalogos forgalom, ugye amikor gyalog jártam, akkor sokszor ért atrocitás. De nem voltam ez a visszaszólogatós típus, sajna. Hali, mi a véleményed arról, hogy húsvét hétfőn nem láttam, de biztos valami vicc volt. Sziasztok, mindenkit üdvözlök, köszönöm az újaknak a követéseket, örülök, hogy itt vagytok. Bocsánat, ha valakinek nem tudtam válaszolni, tudjátok, hogy azért szoktam figyelni, de most elhaladt egy csomó minden a szemem előtt. Ez a hajam itt? Ez a hajam. Ennyire gyönyörű nőt az életemben nem láttam, de biztos, mert nagyon sokan vannak. Hány éves vagy? Mióta nem jártok a szelídítóra? Már egy ideje. Már kiszerettem az itthoni vizekből, megmondom őszintén. Szia drága, szia Gyuszi, nem láttam annál, amit írtál, bocsánat, még a Norbiról megnéznék egy pár részletet. Igen, az nagyon jó, de én megállapítottam, hogy én szerintem nem láttam azt a filmet, aztán mondtam, hogy töltsük le, de mivel régi, azok mindig illúziórombolók, hogy már nem olyan 37, igen, köszönöm, hogy valaki beírja, hogyha én nem válaszolok már olyanra, amire már tudjuk a választ, de az újak ugye nem tudják, 37 vagyok, ma megmondom, holnap nem fogom. Bundás kenyér, hello, hello. Egy brazil csókot kaptam. Köszönöm szépen. Joker nevű TikTok. Én most nem tudom, hogy lehet valaki ennyire szép, mint szépséget határtan. Nagyon kedvesek vagytok. Te miért vagy ilyen gyönyörű, nem tudok róla nyilatkozni. Nem mindenki lát szépnek, ezt el tudom mondani, mert ugye a szépség relatív, szóval van, akinek abszolút nem ők se szimpatikus, se nem szép. Mindenkinek az egyéni döntés, hogy milyenek látja a másikat. De amúgy köszönöm szépen, aki nyilván szépnek lát, annak nagyon szépen köszönöm. Aki meg nem, az meg menjen máshova. Férje van? Igen, férjem van, 37 éves vagyok, két gyerekem van, őket várom az iskola parkolóba. Összefoglaltam, és el akartam mondani, szép napot kívánok mindenkinek, hello, hello. El akartam mondani, hogy képzétek el, hogy láttam, hogy itt nagyon menő a TikTokon, a live-okban ez a kártyázós, de mindenféle van, ugye van jóslós, meg viccelős, meg minden, és rendeltem ebből a what the fuck játékból, és arra gondoltam, hogy holnap-holnap után, amikor a Medó nem fog itt ülni mögöttem, mert ugye mindjárt jön, és az 18 pluszos játék, hogy majd játszhatnánk olyat, pénteken otthonról fogok live-ozni. Katalin VIP 1, köszönöm szépen a rózsát, nem ismerem én se a játékot, de már megérkezett, úgyhogy gondoltam, majd együtt kipróbáljuk, milyen vicces feladatok vannak benne. Hello, Maci! Örülök, hogy itt vagy, én inkább kilépek, nem tudom miért. Remélem nem azért, mert beszóltam, hogy ha nem tetszik, akkor el lehet menni. Jó ötlet. Igen, láttam, hogy lesznek érdekes kérdések, ugye a mobilos elkezdte csinálni ezeket videóba. Kipróbáljuk, nem biztos, hogy mindenre kapható vagyok, de majd amire én nem, arra majd ti fogtok válaszolni. Hát nem tudom, hogy működik, mi nem olvastam el a játékszabályt, pont akkor hozta futár, amikor eljött a motorról. Úgyhogy tökéletes, hogy vagy, köszönöm szépen, hogy büszkék vagytok rám. Megpróbálok én is az lenni magamra. Nagyon jó fejek vagytok, komolyan mondom, nagyon jó a csapat, szoktam látni a lányodat, igen, én is, tényleg, már megnézted a fifázgattál, igen, megnéztem, eddig fifázgattam, mit szólsz a Kulcsár Edinához, nem tudom, hogy mit csinál, hát a legutolsó infom, hogy költöznek, pedig most csinálták a házukat, de amúgy nem tudom, megmutatod magad, de mert az előbb kiderült, hogy így is állna, csak mutogattam magam dolgozni, meg Nuku. Köszönöm a követéseket, és a férjem is jól van, köszönöm szépen az érdeklődést.
összejött, GVML. Azt hiszem, hogy a mai komment szekciómnak a felét elhagytam. Megválaszolatlanul hagytam. Van kutyám. És sajnálom. Sajnálom. Ha valamire nem válaszoltam, és fontos lett volna tudni rólam, mindjárt összeszedem magamat. Megpróbálom közben. Figyelem a Medoxot, hogy jön-e a kisfiamat. Hello Viktor, 8 és 9 évesek a gyerekek, de most már mindjárt 9 és 10, valaki rosszalkodott is le lett ítva, én meg nem is láttam. De jó, köszönöm szépen, köszönöm a dicséreteket. Szóval, egy kártyába belenéztem, és vannak érdekes feladatok. Hello Ancsif, válik, van új pere, tényleg? Hát most született két gyerekük is, nem? Nem szedtem az ilyet. Bármint, hogy biztos megvan az okuk rá, hogyha külön mentek, de azért szerintem úgy jó a család, hogyha egybe van. Adrián, köszönöm szépen a rózsát, Csanka. Milyen órád van ez egy Apple Watch? 12 óra, 46 perc. Akkor azért költözik. Csak azt a reklám videóját láttam a TikTokon. Bocsánat, de tiszta haj vagyok, hogy itt szárítottam. Ruhát honnan van? Nem tudom, már nagyon régi. És szerintem nem is semmi extra, valami nóném lehet. Velük van tele a TikTok, tényleg? Nem láttam, de nagyon sajnálom. Én azt az elvet vallom, hogyha valami tönkre megy, akkor azt meg kell próbálni rendbehozni, nem eldobni. De vannak olyan szituációk, amikor biztos muszáj meghozni egy ilyen döntést. Álszent egy nő, én vagy más? Nem tudom, hogy kiről beszélgetünk. Gyönyörű zoknit van. Köszönöm szépen. Nem, nincs rajtam most zokni, de vannak gyönyörű zokniaim. Cuki vagy, köszönöm szépen. Osi, hello! Megügylés. Álmod meg. Jó, oké. Férni veszel, nem viszed el vacsizni. Igen, vacsi volt? Hát küldök ételhordót, megköszönöm az ilyenfajta támogatást, és akkor nem kell főznem annyit. Viccelődök. Teljes mértékben igazad van, csak sajnos gyerekek rovására megy. Igen, a válás az mindig a gyerekek rovására megy. Szerintem azt nagyon nehéz jól csinálni. Nagyon intelligens párkapcsolatnak kell lenni, amikor külön mennek ahhoz, hogy a gyerekek ne sérüljenek, mert nagyon kevesen tudják jól csinálni. Egyébként az én szüleim elváltak, de én már 30 éves voltam, amikor elváltak, és még engem is megviselt, pedig felnőtt fejjel történt ez meg velünk. Szupi, jó volt az éneklős videó a gyerekekkel, köszönöm szépen, Juhász Rómához szeretne hozzám csatlakozni, de nem tud. Aranyosak voltak a gyerekek, és köszönöm szépen a Celine Dionos videóra a dicséreteket. Nem kell főznöm, annyit vége, de amíg nem válsz el, addig ez az új kapcsolatot. Mi a véleményed? Hát nem akarok semmit mondani, mert ez mindig helyzetfüggő, nem tudom. Valaki erre az elhatározásra jut, akkor biztos, hogy van rá oka. Minden éremnek két oldala van, ez biztos. Köszönöm szépen a rózsás Stingray 1, nagyon kedves tőled. Ó, milyen kukkantó szemek vannak ott, by Jason-től. Nem is láttam még ilyet. Lehet, hogy ezek nem szemek. Ezt benéztem. Szállt, ki van tetoválva, ki van? Nem semmi, az épnő. Köszönöm szépen, Junior, Attila, szerintem Attila. Köszönöm szépen a rózsát. Nem akarom eljönni, hogy 30 felett vagy én se. Én se, de hát az életem kívánság műsor. Ezek tények. Milyen autóban ülsz? Ma Moszkvicsel jöttem. Van tetoválásom? Igen, pont látszik a ma reggeli videómba. Egy része. Igen. De jó, hogy itt az Orsi? 30 felett. Igen, 30 felett is van élet. Meglepő módon. Köszönöm a követéseket. Eltartott nő. Bírom, amikor így vagyok kiellemezve így ránézésre. Hello Alice! Hajadra mit használsz? Gyönyörű. Most mostam meg, de amúgy Pantene Provi sampont használok most, meg az Elszévnek a pörpőjét, hogy ne legyen sárgás a szőke, és az Yves Rocher-nek a hajpakolás. Egyszerűen nagyon szedett vetett módon, de amúgy steampodott, tehát attól egyenes, mert amúgy göndör a hajam, vagyis inkább hullámos. Köszönöm a követéseket. Szia kincsem! Mindenkit üdvözlök, aki most jön. Van valami tippet, fogyásra, nagyon szép az alakot, köszönöm szépen. Nem eszek semmilyen cukrosat, és ugye Orsi tudna róla mesélni, hogy milyen jó módszerem van, de neki nem jött be. Az alma ecetet iszom én gyomóra minden reggel, egy ilyen pálinkás pohárral, vízzel fölhigítva belőttyintem. Nem jó, nem lehet megszokni, de működik. Ádám Pásztor, szia! Szép a körnöt, köszönöm szépen, ilyen kis színváltós. Látjátok, mint arany lenne, de közben meg pink, vagy hát nem is tudom. Szeretem a talpmasszázs. Nagyon izgalmas kérdések, amúgy igen. És most péntekkel remélem, hogy eljutok végre masszázsra. Fú, az mindent visz, igyátok, igen. Orsi meg a Hello, Hello Zsomi.
De rég láttalak, remélem, hogy jól vagy. Mik ezek a gyújtogat? A Jézus nagyon akar velünk kommunikálni, szerintem magyarul nem beszél, de mindenféle emojit beír, amiből lehet bármilyen válasz. Mire jó az alma ecet? Segíti az anyagcserét, és egyébként meg tök jó gyulladás csökkentő, de nekem bevált, én akárhányszor iszom, kúraszerűen mindig működik, ez valami új moszkvics lehet. Igen, ez a 2022-es modell, Carlos Junior, köszönöm szépen a parfümöt, kedves tőled. És te meg vagy a pároddal, elég jól meg vagyunk, igen, köszönjük szépen. Nálunk szerelem van, szerelem házasság, szerelem a gyerekek, és nem nagyon tudna lázba hozni senki, ez az igazság. Gondolom ezt akartátok hallani, de tényleg nem. Én úgy érzem, hogy megtaláltam életem párját, és szerencsére ő is hasonlóképpen gondolkozik rólam. Mi azt mondja, adás, szünet, tévé, stáb vagy mi? Igen, van egy külön stábom, a Celine Dion-os videómban láthatjátok, nagyon komoly stábom van, saját gyártású. Nem viccelek, adás szünet, mert Adának hívnak, és velem szünet a napotokból, de stábom tényleg van, mert van, aki tartsa a hajszárítót, amikor lobog a hajam a szélbe a videónál, és külön mikrofon tartó állványom is van. Kicsit sokat beszél, de jól működik. Köszönöm szépen, Carlos Junior, ezt, a szívecskét és a pandát is. Nagyon cuki. Ilyen lányt, hölgyet én sem hagynék el. Sziasztok, minden újonnan érkezőt üdvözlök, elsötétedett a kijelzem, de nagyon figyelek. Nonosz, köszönöm szépen a rózsát. Itt egy userünknek megpróbáltam volna válaszolni, de inkább elengedtem az ügyet. Jó lett az fix, köszönöm szépen, Jack. Az almaecetet mennyi ideig lehet fogyasztani? Én nem tudom. Hát fogalmam sincs, ennyire még nem olvastam. Utána, amikor érzem, akkor csinálom. De egy ilyen, itt egy-két hónapig simán szoktam csinálni, aztán tartok egy másfél hetes szünetet, amikor nagyon nincsen kedvem, nagyon sötét a kijelzőm, bocsánat, hogyha valamit nem látok, vagy valakinek rosszul mondom a nevét, csak mondom 83, hello, hello, örülök, hogy jöttél, Roland Subi, szia! Nagyon szívesen, de érdemes utána olvasni, mert én nem vagyok olyan szakszerű, mint a Google. Egy éve minden reggel iszom. Igen, sokan csinálják, meg van ez a gumicukor változata is, de én ugye vegaként nem nagyon tudok gumicukrot tenni, mert ugye én megjött a Medox. De szép szemed van, köszönöm szépen, mongol. Most vettem a boltba. Ki ez a jó nő, gyerekek? Medoxnak az anyukája, meg a Kitty egyébként, de köszönöm, aranyosak vagytok. Hány éve vagy együtt a párod? De most ezt a 10. házassági évfordulónk, el akartunk menni kicsit elutazni, de nem hiszem, hogy el fogunk idén, úgyhogy a 10. házassági évfordulónkat eltoljuk egy évvel. Hello, hello, a Tibosz, Zsolti. A Medox amerikai név, egyébként kelta eredetű. Ebben a formában, hogy így magyarul le van írva, mert ugye hát sajnos így írják, ebben a formában inkább magyarnak mondanám, de A és két D-vel írja, például az Angelina Jolie, az ő kisfiát így hívják. Ha diétáról van szó, mire esküszöl? Ebből bejöri a gyerek. Nem tudom. Én nem eszek hús, nem eszek cukros dolgokat, és az a típus ember vagyok, aki inkább fogyózik, mint mozog. Amerikai név, annyira imádlak, baby. Köszönöm szépen. Szia, Medókám. Hello. Mi újság? Minden jó. Piros alma, magyarul? Megírtátok a szöveget és dolgozatot? Igen. Akkor jó. Jól sikerült szerinted? Igen. Nem főzök minden nap. Nem főzök minden nap. Próbálom úgy csinálni, hogy 2-3 naponta főzek, mert különben túl sok idő menne el vele. Jaj, nagyon intim kérdések ezek. Ha-hú. Pence. Te? Szerintem nem. Ha ezt megkérdezted tőlem, szerintem te nem. De ez csak egy tipp. Mondd a Sirinek, hogy Lumos és bekapcsol a lámpa. Én szerintem az órám nem tudja, mert neki már egy csomószor mondtam, meg a HomePodunk se tudja, de tudom, hogy a telefonom tudja. Az még igaz. Nem próbáltam ki. Én igen. A Medox kipróbálta. Ő állandóan Harry Potteres varázslatokba vesz részt. Dick szerelem elsőre, köszönöm szépen. Hány éves a kislányod? Ő most a kisfiam. És Medox hány éves vagy? 8. Fél 8. Cukor helyett eritritet használsz? Igen. Hello, Medox, mindenki köszön neked. Hello, Tomi! Pedig egy paprikás krumplit összerittyenthetné uborka salátával? Hát a Kitty Andon csináltat velem uborka salátát, de képzeljétek, hogy nem eszi meg. Meghűlök már tőle. Csá, Medox, mindenki köszön neked. Hello. Ne akarjátok nézni? iPhone SE-je van, a Medónak a Jézuska hozta. East privibe, baba? Nem hiszem, hogy tudok. Megmondom őszintén, hogy az Instagram üzieimre sem nagyon szoktam válaszolni. Érthető okokból kifolyólag, csak az olyanokra, amik...
nem a családi állapotommal kapcsolatos kérdések. De szépen fogalmaztam meg. Majd megeszem és küldöm a futárt, ha reveszik meg, jó, rendben, szerencsés kisgyerek. Majd megmutatom a fejét is később, mert most nem sokat láttatok belőle. 8 és köszönöm, Gyuri, köszönöm szépen a hangszórókat, örülök, hogy jöttél. Hol van a lányod? Benn van az iskolában, van még egy órája, azért várakozunk itt együtt. Mikor tetováltattad a szemedet? 16 éves voltam, amikor elkezdtem. Adox? Igen. Csá. Hello. Beintegetsz? Hello. Nem tudtam, hogy Batman jön ma hozzám. Hát tudtam volna. Az én órámon bekapcsol a lámpa, ha azt mondom, hogy Lumos. Igen? Na, majd megnézem. Lehet, hogy beállítás kérdése. Csak mondom, 83, köszönt neked, Madókám. Olyan szép gyerek, mint az anyja. Köszönöm szépen. Sok meló volt vele. Próbálom itt visszaállítani, de annyira rásüt a nap. Cukker, köszönöm szépen. Az ötös széria tudja ezt? Biztos akkor hetes is. Miért gondolják azt, hogyha valaki dekoratív fűtlen? Nem tudom. Nem tudom. Egyszerűen vannak olyan kérdések itt, azért most már mondjuk meg a frankót, amire nincsen észszerű válasz, de azért fölteszik. Mert az tényleg baleset volt. Amúgy mindenki az volt. Persze örülünk, hogy vannak, de mindenki nagyon meglepetés volt nekünk. Ugye a 14 hónapos korkülönbségből ki lehet számolni, hogy mennyire lepődtünk meg. Kitty nem volt még 5 hónapos szerintem, amikor teresettem újra. Szia, Démon szemű, Lajos, igen, jól láttam. Azok gondolják, jaj, mennyi elvált, hogy házas apuka írogat, itt a jó ég, amúgy Ada, mi a kedvenc gyümölcsöd? Olyan tudjuk, hogy elváltak tényleg. A szőlő, szerintem a szőlő, a gyerekek esznek húst, esznek, próbálom úgy megoldani a sütés-főzést, hogy ne undorodjak tőle, de mi jó érzés megfogdosni, ez az igazság, de esznek a Maddox húst hússal, mert akinek van ura és gyereke, az minek teszi ki magát? Hát minek teszem itt ki magamat, ugye? Egy csomó hülyeségnek teszem ki magamat. Hány éves a lányod? Egy évvel idősebb a Maddoxnál. És a Maddox 8 éves. Már matematikai feladatokat fog feladni. Miért lettél vegetáriás állatok védelme miatt? Lehet, hogy ez is benne van a paklipban, de nem kimondottan emiatt. Azért, mert nem szeretem az ízét. És fizikai rosszul létem van a fogyasztásától. Hello, Amy! Azok gondolják így, hogy hűtlen egy dekoratív nő, aki saját magukból indulnak ki. Egyébként én is ezt gondolom, hogy a legtöbb ilyen, amit a másikról gondolunk, ugye az belőlünk vetül ki. Ez biztos, hogy az alapja dolgoknak, de azt gondolom, hogy itt a kommentek nagy része az egy ilyen szándékos sértés, hülyén megfogalmazva. Tehát ezt nem mondhatja meg, hogy de utállak, te paraszt, mert mit tudom én, szőke a hajad, vagy... Tehát most mondhatnám, nyilván tudjátok, hogy mire gondolok, ezt így nem mondhatja. Tehát valamit mondani kell, de mögötte ez van, és a párom is vegetáriás, igen. Hogy vagy lelkileg? Köszönöm szépen egyébként, jól van, ma nem kell, szép napot mindenkinek. Ancsit, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szép napot kívánok. Eriknek próbálom ezt megfejteni, de nem tudtam. Miért látszik, hogy külső alapján... Jaj, nem látom a végét sose. Ez a platform egy farsang és cirkusz, de te is tudod, már mondtam. Így van, itt minden csak egy vicc, semmit nem szabad komolyan venni, ezért nem is veszem véresen komolyan a sértő kommenteket, de hát azért valljuk be, nehéz volt az első másfél hónap, amikor szembesültem ezzel, hogy ez itt így működik. Szia, de csinos vagy, szép napot, köszönöm szépen, aranyosak vagytok. Mintha nem is te lennél. Melyik ez itt? Miért a videóim van? Annyira izé vagyok? Más? Nagyon jó ez a ruha. Merre vetted? Megmondom őszintén, hogy nem tudom, már nagyon régóta megvan, de igazából sosem nagy... Nem annyira szoktam hordani, de nem tudom, hogy miért. Most azt gondoltam, hogy ilyen jó hangulatom van, hogy itt a nap, és akkor vidám szint vettem fel. Tarzan, nagyon kedves tőled. Buenos Aires. Hola. Soy Héctor. De argentinára nem beszél ki a nyelven, de felolvastam, hogy nevessünk ki. Menő a családi videó, de köszönöm szépen, Gyuri. Mindent beleadtunk, mindenki részt vett benne. Még a férjem is részt vett benne, bár a kamera másik feléről. Melyik a kedvenc színed? A rózsaszín és a fehér. Igen, szerintem is itt live-ba kevesebb jó... Kedvesebb, jó fej vagy, videóban már szűrtem lehet a videón keresztül, nem nagyon tudtok leszűrni semmit, hiszen nagyon ritkán beszélek a saját hangomon, úgyhogy ott... Elítélés van első ránézésre. Negatív reklám is reklám. Így van, egyébként ez teljesen így van. De szép vagy. Köszönöm szépen. Köszönöm a követéseket közben, azt elfelejtettem mondani.
szeretem a követőimet. Persze, hogy szeretem őket, mert mindenki megelőlegezte nekem a bizalmat, hogy jó fej vagyok, és várhatóak tőlem. Jó fej vidik? Remélem, hogy várhatóak. Én is mindig várom, hogy legyen egy újabb vidim. Pláne úgy, hogy alig van időm rá. Pisti, szia, szia! Imádlak, köszönöm szépen, Vivien virágot sajnos el kell utasítsam. Annyi mindenkit elutasítottam, szerintem biztos azt gondolják, hogy de bunkó vagyunk, de nem szerettem, hogyha vendég jön hozzánk, mert én hozzátok jövök, nem azért, hogy másokkal beszélgessek, ez az igazság. Mi ez a maszkos videó? Rebdab olyan jó ötletnek tűnt. Én szeretem a fátyolmaszkokat, gondoltam legyen már egy ilyen is, nem mindig csak csininek lássatok. Tegnap 46, ma 47,1, igen? De jó. Tettél újévi fogadalmat, fogok majd mozogni, mert ugye tudjátok, egy lajhár vagyok, akik ismernek ők, mert tudják, hogy egy lajhár vagyok, és tényleg olyan nehezen mozdulok meg, de időm sincs rá, és igen, megfogadtam, bár nem az új év miatt, hanem egyszerűen korból adódóan, hogy többet fogok idén mozogni, úgyhogy Tibi, ezúton üzenem, hogy én is össze fogok barátkozni a futópaddal, csak én személyesen. Barbie, baba, de aranyosak vagytok. De csak sétálni fogok, nem futni. Nem futok. Nem futok, soha nem futok. Mert abba itt belehalunk. Elfogy az oxigén, meg minden. Köszönöm szépen. Eredeti színű a hajad? Nem, festve van. Lajhár bomba halakkal. Hát mákos vagyok, azt hiszem. Lekopogom. Nagyon édes vagy. Mikor nézem a videóidat, összefut a nyál a számban. Most nekem is összefutott, de nem azért. Nem miattad, Ricsi. Nem miattad. Csak azért, mert nem tudom miért. Szia, Mizu, minden rendben van, köszönöm szépen. Remélem, hogy ti is jól vagytok, és hogy nálatok is ilyen szépen süt a nap. A tegnapi szélvihar, amúgy olyan fejfájásom volt, de otthon mindenkinek. Tényleg szétbombázott mindent a kertbe, a kutya be volt szarva, teljesen be volt parázva, jól vagyok. Kanibál? Azt kérdezi a Mona. Lépek, sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szép napot kívánok neked. Tudományos bizonyíték, igen. Nem fogok sok ilyet csinálni, nem fogok sok ilyet csinálni, ez annyira magas labda volt, annyit piszkáltok állandóan ezzel. Köszönöm szépen, Orsi. Annyira sokat piszkáltok ezzel, hogy már előttem ezt a poént, de nem lesz jellemző az ilyen videó nálam. Nagyon-nagyon ritkán. Szerintem 5-6 éve nem fogyasztok húst, de előtte se. Szép napot neked is, csak mondom 80-ra. Előtte sem ettem sok húst. Nem tudom miért. Tényleg nem tudom miért. Nagyon csinos vagy, köszönöm szépen. Mi ez az öltözék? Nem tudom, ott volt a szekrénybe. Gondoltam, hogy már akkor nézzük meg, hogy hogy áll. Nem tudom, nem tudok erre mit mondani, hogy melyik nap mit veszek föl. Szerintem nincsenek ilyen előre megtervezethetek senkinél. De szóljatok, ha valaki így öltözködik, meg kipróbálom. Kirakom így akkor vasárnap az egészeti ruhámat. Itt nyomod magam, én úgy nyomom magam, és olyan jól esik. Komolyan mondom. Itt én állandóan nyomulok. Várok a gyerekekre, igen. Jaj! Mi a neve a hajszínednek? Ez gyöngy. Egyébként ez gyöngy. Azt hiszem, hogy a Matrixnek a P10-es színezője. Színező csak, nem festék. Mi volt? Mi röhögtök ennyire? Osztjátok a népet? Jól teszitek. Hajrá! Jó, hát ez az, nem csak én szólhatok be, ti is ugyanúgy beszólhatok, ha valaki olyan. Hát, ha elszégyeli magát. De szóval, hogy tovább megy egy másik lábbi, és ugyanezt fogja csinálni mással is. Aki ilyen, az ilyen. Na, aki is nagyon fújt a szél. Brutál volt, de láttam egy csomó videót a TikTokon, hogy mi még egész jól jártunk. Egyébként megnéztem, és majdnem 100 km/h szél volt nálunk. Mi ugye ott a Szentóföldön lakunk, úgyhogy nálunk eleve mindig nagyon szeles, nagyon gáz volt. Megkapta a repjegyet, remélem, biztos vagyok benne, Gyuri. Biztos vagyok benne, hogy itt mindenki intézgeti a többieket. Aki tudja, aki nem, az meg itt csak kommentelhet nekik. Fel vagytok jogosítva rá. Nálunk hűlt a hó. Hult? Esett a hó? Nálunk nem, nálunk alig volt még hó. Lehet, hogy ez egy olyan tél lesz, amikor nem is esik nálunk a hó. Szebb napot kívánok, köszönöm szépen. Szép ez így is, nem tudják elrontani rossz kedvemet, ezen ne aggódjatok. Ha el tudnák rontani, akkor nem jönnék nyilván. Most is fúj, fejfes ezerre. Nagyon durva volt, ráves lettem beléd, köszönöm szépen, ez csak látói tud lenni részemről. Milyen rúzs van rajtad? Ez most egy gurlán szájfény. Mikor végzek? Azt kérdezi Rebuska, hát, hogy te mikor végzel, arra én nem tudok válaszolni, de biztos hamarosan. Pest megyében lakom. Hiába, feleslegesen. Nagyon ez hangom van az Orsi meg a Mona.
Úgy látom, jaj, ugye megfulladok. Gyönyörű, vagy csinos a tangát, köszönöm szépen. Medox itt van mögöttem, korong a nyarom egyébként. Medox itt van mögöttem, és valamivel el van foglalva a telefonjával. Nem is figyel ránk szerintem, a Kitty pedig majd fog végezni, majd, de fog végezni. Te sose dolgozol. Hát én nem tudom, már most megválaszom ezt a kérdést, aztán mindenki nyugodjon le. Hikadjunk le. Tehát, hogyha én itt ülök, a napomból vegyük mondjuk 12 órának ugye a reggel 8-tól este 8-ig időt, ideális esetben, és abból 30-40 percet itt live-ozok. Ha nagyon a gyerekeket látni akarjátok, mondjuk lehet, hogy egy órát. Ebből az derül ki, hogy én nem dolgozok ebből az egy órából? Tényleg ez derül ki? Komolyan kérdezem. Köszönöm szépen. Van férjem, igen. Na jó, ne vegyük ilyen komolyra, mert azt fogjátok hinni, hogy morcos vagyok, de amúgy nem vagyok az, csak ezt nem értem. Hogyha valaki indít egy live-ot, akkor az már nem dolgozik. Én láttam olyan live-ot is, csak mondom, ahol közben dolgoztak. Úgy live-oztak, hogy közben dolgoztak. Ilyen is van. Ne várj érdemleges válasz. Köszönöm szépen. Hát nagyon szívesen. Majd megpróbál megmutatni a Kitty, de nem biztos, hogy meg fogom tudni mutatni, mert az mindig olyan későre húzódik. Már 37 éves vagyok én. Köszönöm szépen a dicséreteket. Szóval nagyon várom ezt a... Egyébként nekik meg vettem stresszlabdát, és vettem pókerszettet, mert szeretnék majd játszani, szeretek pókerezni, és régen mindig pénzzel pókereztem, most zsetonokkal fogunk, mert hát most már nem olyan biznisz ugye így otthon egymással pénzre játszani, de régen úgy játszottam pókert másokkal, hogy pénzbe, és mindig nyertem, úgyhogy most fogunk pókerezni szerintem a hétvégén. Aki nem dolgozik, az rossz ember, onnan tudod, hogy nem dolgozik magánügy, így van, 1-2-3 érvet is felsoroltunk. Társasozni szoktatunk, a hotel a kedvencünk, szoktunk egyébként, főként a karácsonyi szünetbe. Nem BMW-zni Mercedes, nem tudom, mik a kérdőjelek. Pókerszette 15 éves korom óta versenyszerűen pókerezek, azt írja Zoli, amúgy hello, rev is láttalak. Én is szeretek, én nagyon szeretek pókerezni, szerintem tök jó játék. Olyan modell alkatod van, és szépséged is van hozzá, de aranyosak vagytok. Hát én már egy nagyon öreg modell lennék, ha lennék, nem hiszem, hogy ilyen meg fog már történni velem. Már túl késő. Minden rendben van, köszönöm szépen. Kicsit korog a hasam, lehet, hogy emiatt vagyok oltósabb hangulatomba ma. Ki tudja? Vagy elfogyott a türelmem. Megyek, eszek valamit. Mennyi Orsi? Utána meg mindenképp így áll egy kis almacetet. És köszönöm, hogy itt voltál. Legszebb autó. Mindenkinek más a szép. A gyereket hátul ül. A gyerekem hátul ül, így van. Köszönöm szépen, Orsi. Köszönöm, hogy itt voltál. És szép napot kívánok. Nem fázok így, mert itt a kocsiban meleg van. Nem tudom meg, hogy hány fok van belül. De nincs hideg, mert a garázsból álltam ki, valaki el lett némítva. 5 percig, ne rosszalkodjunk. Ne rosszalkodjunk, mert akkor azt lebihatok. Jó, most meg tétje a vallása. Köszönöm szépen a koronát, Anna. Köszönöm szépen. Szia, Anna. Szia, Orsi. Ez egy GLA. Ez egy GLA. Jó, ez egy nehéz váltás volt ez az első 20 perc. Amúgy jól vagyok. Én kicsomagoltam nekik, mert amikor megvettem, én nem tudom miért gondoltam azt, a fotón úgy nézett ki, mintha egy számláló lenne rajta, egy digitális. És én még ilyet nem láttam, hogy mondjuk túl olcsó lett volna ahhoz, hogy digitális legyen, és azt hittem, hogy az lesz, úgyhogy kicsomagoltam, de ez csak ilyen kamugumiból van rajta. Mit gondolsz az emberek, miért nézik a live-aidat? Ezt mit tudom én, ezt tőlük kérdezd meg, miért tőlem kérdezed, amikor itt van mindenki, és tőlük is megkérdezheted. Te miért nézed a live-ot? Miért nézted a live-ba? Na miért? Jó a sminket, köszönöm szépen! Mindjárt szégyenem magam, hogy live-ozok ma. Sziasztok, szép napot kívánok én is mindenkinek. Akinek menni kell, az újakat pedig üdvözlöm. Én azért nézem, mert egy vicces, kedves csaj. Köszönöm szépen! Na, van, aki válaszol. És amúgy én nem is tudnék erre a kérdésre válaszolni, de köszönöm szépen a felvetést, hiszen mindenki másért van itt. Tsunami, 1984, köszönöm szépen. Gábor.
Amúgy csak mondom, aki nem tudja, vagy nem tűnt föl a mai, meg a tegnapi kommentekből, hogy teli hold van, az év első teli holdja, nagyon szép volt, hajnalban láttam, le akartam fotózni, de mire visszaértem, addigra már nem volt olyan szép, köszönöm szépen dicséreteket, és nagyon megbolygatja az embereket, de egy újult energia indul meg, szóval most a megvalósítás időszaka fog következni. Hogyha a környezetetekben bárki indokolatlanul stresszes volt, tök stresszes volt, az a teli hold miatt volt. Gyerekekre várok a suliba, de egyet már összeszedtem. A többi nem akart közel jönni, elrohantak. Szeretem a humorát és magabiztosságát, köszönöm szépen. Igen, itt egy csomó neki válaszolt, szerintem nem számított rá, hogy fog választ kapni tőletek, és köszönöm szépen, hogy válaszoltatok. Lehet, hogy már itt sincs. Majd nem tudom. 6-kor szoktam kelni, és annyira megszoktam ezt a koránkelést, akinek van kisgyereke, azt szerintem tudja, hogy aztán hétvégén is így marad ez. Metokszó, kérdezem, hogy inkább te vagy a tesója, vagy a Kitty. Én? Hát én nem lehetek a tesója. Már öreg lennék ahhoz. Nem hiszem, hogy láttok bármit a körmömből. Ilyen arany. A selőpor rajta, de amúgy meg pink. Én le vagyok maradva az Edinás balhéról, megmondom őszintén, de hogyha lenne véleményem, sem szívesen osztanám meg, mert ki vagyok én, hogy itt követvessek másra, nem tudok erre mit mondani, de úgy látom, hogy ez valami friss lehet, mert jó, már nem nagyon pörgettem sem a TikTokot, semmi más platformot, tehát én a mai hírekkel nem vagyok képben, mondjuk amúgy se az összes többivel se, de nem is alkotnék róluk véleményt. Van ez így. Van ez így, ki tudja, mi történik ott a háttérben. De ezek szerint balhé volt, ha mindenki így fogalmazza. Nem ő, Maddox. Ez a Maddox. Maddox ül itt mögöttem. Az előbb megmutattam már. Tehát néztem egy live-ot, és pont azt mondta a hölgy, hogy lehet, hogy el kellene kezdeni olvasni a kommenteket, hogy arra válaszoljon ő is, mert hogy ő hozott témát is arról szeretne, de hogy így több nézőre számított. Szia Norbi! Hát most lehet, hogy már elgondolkozok én is ezen a kommentolvasáson, de nem, mert tudom, hogy szerettek velem beszélgetni, tehát azért írtok, mert nyilván beszélgetünk egymással, de most már minden troll. Arra van az ajtó. Nem sportolok semmi. Ó, ezt is viss, ezt még kérdésbe is föl lehet tenni. Nagyon izgalmas. Szegény moderátorok, csak úgy, mint te. Nincs hideg, nincs hideg. Itt benne a kocsiban nincs hideg, sőt, kimondottan melegen van. De lehet azért, mert megizzasztanak ezek a túlfűtött kérdések. Ma is. Ma is. Andi, kellett egy hét, hogy leessen ez. És megvilágosodtam valamelyik este fürdőszobába. Komolyan, hogy miért vagyok Andi. És tök sértő. Mert eddig még azt hittem, hogy félreolvassuk a nevemet, de most már értem. Értem, te kis lölőfan. Nem vagyok Andi. Gyönyörű vagy, köszönöm szépen, Sanci Major. Nem randizok már, mióta férhez mentem, nem randizok. Táncoltam régen, és szerintem ez látszódik a combomon. Egyébként akrobatikus rock'n'rolloztam versenyszinten. Ezeket a személyes kérdéseket felmernétek tenni Adának személyesen? Nem, nyilván nem mernék feltenni, de senki másnak se, tehát itt nem én vagyok a fő téma, hanem ezek itt így arctalanul könnyebb ezeket megtenni, szerintem. Biztos randizol csak a férjeddel, nagyon ritkán, de igen. Tényleg erős a teli hold, megfejtettem. Köszönöm szépen, Lacika, nagyon kedves tőled. Beszéltünk az időjáráson is ilyen sablonosan, nem? Mondjuk már kiveséztük, hogy van, ahol esett a hó. Szép napot kívánok én is, Imi! Itt vannak csendes megfigyelők, és vannak csendes erőhögők, akik csak így kuncognak, hogy mit reagálok, igaz? Nem baj. Mondom én, hogy ezt csináljátok. Mi Szombathelyen lakunk. Te valami híres ember vagy? Hasonlítasz Suzira? Nem, szerintem nem hasonlítunk egymásra. Milyen napod van ma? De hát eddig jó volt. Még nem jöttem live-ba. Jó
Jó napom van, jó napom van. Köszönöm szépen, és remélem, hogy nektek is jó napotok van. Délután dolgozni fogunk, gyerekekkel fogunk tanulni. Most délelőtt megfőztem, kiporszívóztam, rendet raktam, a kutyának egy csomó mindenét megcsináltam, mert azért arra is figyelek, hogy így kitakarítom a dolgait, úgyhogy tettem, vettem. Ezeket csináltam meg, 28 évesen szültél. Egyébként igen, 28-at, amikor a Kitty született, és 29, amikor a Maddox. Ada Suzinál híresebb. Hát nem hiszem. Pici Stefike, szia, örülök, hogy jöttél. De fent van TikTokon, én láttam, aranyos videókat csinál. Le a kalappal előtted. Hát, ezért jöttem ide, hogy itt mindenki a napi feszkóját levezesse rajtam. Úgy érzem a mai live-val, megmondom őszintén. Kurva, mindegy, 123, szia. Véletlenül kiolvastam a user nevedet. Szépen süt a nap ott is. Köszönöm szépen! Mi volt ez? Teniszlabdát kaptam. Köszönöm. Ez a kedvencem, ez a cuppanós puzi. Olyan aranyos. Köszönöm szépen, Imi. És köszönöm szépen, Gyuri, neked is. Beolvasod a nevem? 100 Dávid, 5. Ez az olvassunk be neveket? Mondjátok be, mit olvassak be. A sokkal jobb lesz. Szép napot kívánok! Remélem, hogy ez most boldoggá tette a napodat, hogy beolvastam a nevedet. Köszönöm szépen a követéseket, aranyosak vagytok. Na, dacsunk beolvasós live-ot. Hozhattam volna a kártyámat, látjátok? Bár mondjuk Madónak nem való szerintem. Az enyémet ne olvasd be. Az előbb már véletlenül belefutottam. Avokádókrém. Eszter volt a vége. Talán Palóc Eszter, de elugrott a szemem elől. Köszönöm szépen. PSG fan 1. Van itt PSG fanunk is. Két pakán dét dog, hát tuti, hogy van, amit nem jól olvasok be, ennyimet légy szíre, buska, 30-52-0, tudtam, hogy ez fog nektek tetszeni, de mit csinálsz a kocsiba? Bezártak ide, és nem tudok kijutni. Beolvasod a nevem, úristen, a vókádokrém, ja igen, beolvastam, már most már kétszer is, ez dupla úristen lesz, 1500. És az enyém Máté volt, nem láttam. Zsófi, neked van bejárónő? De azt hittem, azt kérdezik, hogy barátnőm, mert barátnőm az nincs, bejárónőm sem nincsen. Barátnőm van. Tényleg? Kitty. Hát a Kitty a kislányom, nyilván BFF-ek vagyunk egymásnak, de olyan bari-bari nőm nem volt sose, nem. Kitty, hogy van? Jól van, köszönöm szépen, Bibi. Beatrix, hello! Lemaradtál itt a lényegről. Amúgy meg nem, mert minden nap ez történik, csak nem minden nap vagyok ennyire kibukva tőle. Én leszek a barinőt, köszönöm szépen, aranyos vagy Beatrix, az én nevem Tupac and Nate Dog. Hát kösz, hogy kiírtad, mert ezt én nem fejtettem volna, meg sose ilyen elrepülő kommentekkel. Szia, előd vagyok, szia, Ada vagyok. Bocsánat, hogy nem válaszoltam, a Maddox 8 éves, de most nem sokára 9. Jó, még mondjuk fél év, nagyon szép csajszi vagy, és cuki, köszönöm szépen! Örülök, hogy mindig csatlakoztok később is a live-ba, mert így még beleférek a cuki kategóriába, így frissen. Na hát a kis hajtás volt most, igen. A Maddoxiknál annyira nem volt a fél évi felmérővel hajtás, de szerintem azért ez be lesz pótolva, viszont a kiték végig nyomták, és pont tegnap dicsértem meg, mert hozta az összes dolgozatot, hogy írjam alá. És 4-es-5-ös lett mindegyik kivétel nélkül, tehát nem csúszott be egy 3-as se, pedig azért matekból beszokott, és akkor mondtam neki, hogy mondom, nagyon büszke vagyok rá, szívem, egyedül tanulós volt ugye az első fél év, hogy ilyen jó dolgozatokat írta, és akkor azt mondta, hogy pedig ő nem elégedett magával, aranyos volt, mert ő mindegyiknél ugye ezt egy 5-össre írta meg. Úgyhogy Kittynek ugyanolyan szép lesz a bizie most fél évkor, mint amikor máskor egyébként tanulok velük. Medónak már nem annyira. Minap rendesen. Ezek olyan mélyen szántó live-ok, ezek itt nálunk mindig olyan mélyen szántóak. Kettest hoztam ma, nem baj. Ilyen is van, Rebuska, ezzel nem kell aggódni. Nem lehet mindig mindenből jó jegyet hozni. Nyilván a legjobb tudásod szerint írtad meg, én ezt mondom a gyerekeknek. Nagyon szép vagy, köszönöm szépen. Nem szereti a Maddox a focit, én akartam, hogy járjon focizni, de nem akar, semmit nem akar sem, pedig az jó lenne, hogyha lemozgatná magát, ha értitek, mire gondolok. Miről maradtam le? Jaj, nagyon nagy troll járatunk volt, igazából szinte csak az volt, szerintem az első fél órában, de úgy látom, hogy megnyugodtak a kedélyek. Ilyen osztós live volt ez ma. Néha egy kettes becsúszik, nem baj, szerintem se.
Semmi probléma nem fog ebből történni. De ugye Maddoxnak sem lesz rossz, szerintem talán egy hármasa lesz. Lehet, hogy a németet nem tudta felhúzni jobbra. De nehéz. Tettük azért németül tanulnak. Maddox szerette játszani, most is valami játékkal nyomul. Az a neve, hogy Maddox? Igen, az a neve Máté, a kisfiamnak, hogy Maddox. Zsolt, Tomi, 188, szia. Persze mindenbe belekötnek, így van. De én azt vettem észre, hogy ez nem csak nálam működik így, azért ez megnyugtató érzés. Number van TikTok Lady, jó napot, kívánok, köszönöm szépen az ilyenfajta dicséretet. Nagyon rossz a zenénk, lehet ez miatt voltam feszült. Fogjuk rá a zenére. Egyveleg nyári meg a slágerek 2022. Ja, hogy ezt hallgatjuk, várjátok. Minden live-ban, jaj, azt ilyen gyönyörű vagy, szerintem settem, úgy érzem. Mikor van névnapja a Maddoxnak? Hát... nem tudom fejből, de van írva a naptáramba, és kajakra nem tudom fejből, tényleg nem tudom, de október 26, azt hiszem, nem tudom. Nem a szülinapot lük el, hát nyilván a születésnapodat tudom, kösz. A névnapod. Jól nézzünk ki. Nem tudja, a névnapokat nem szoktuk annyira nagy dobra verni, nem is, tehát hogy így semmi, én nem tudom, a névnap az szerintem nem annyira ünnep, szóval mi nem, azokat nem toljuk túl. Október 26, tipmix. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Most már szüli napját is tudjuk, ugye eddig nem tudtam, mert nem voltam ott. Köszönöm szépen, Juditka, október 26. Kajak hülyének nézi az anyját. A melegem, hogy bepárásodott a kocsit. Így van, október 26. Na, jó, megnyugodtam. iPhone 12-n van, még ennyi szülinapja tudom fejből. Most csak azért kérdeztem, mert ritka név, nyugodtan, semmi baj, lehet kérdezni, hogy adat csak tudsz te. Hát jó, van olyan cikk, hogy nem tudja az ember, de hát na. Még nem telt el annyi év, hogy ez berögzüljön. Megnyugodtan az én lányom minden, én sem tudom fejből a névnapját. Tényleg nem tudom, de tudtam. Csak sokat kell rajta gondolkozni. Köszönöm. Mind a két gyereknek SE-je van. Már nem ciki vegyüttem. Pofámról égett volna a bőr, valami mást mondok. Én az autóban lakok, igen. Kisnyit fésülködő asztalára teszel ki sztorit vagy videót. Fogok majd, mindig elfelejtem, mert aztán ott nem mindig szalonképes a helyzet, ugye? És hát koszosan meg nem fogom felrakni, de valamit mindig sminkel, meg itt valami projektben minden nap benne van, úgyhogy de majd fogok felrakni, majd csinálok. 16 évesen elmenjek-e OK-ra? Én azt gondolom, hogy senkinek sosem késő a tanulás. Tehát amikor az ember úgy érzi, hogy szeretne valamiben fejlődni, akkor azt a lehetőséget meg kell ragadni, ami tárolkozik el. Én szerintem a folyamatos fejlesztéssel tudjuk toppon tartani magunkat időskorunkra. Én ezt az elvet vallom. Nem tudom, hogy mi nem miért ne lenne. Nem tudom. Maga nagyon vonzó számomra. Köszönöm, de egyszer gyere már erre, és csapunk egy közös live-ot. Hát azt hiszem, mindenki nagyon le lenne osztva. Azt hiszem, hogy ha a Norbival közösen live-oznánk. Nem ilyen kis szolidba. Jaj, mi volt kiírva? Kedves felhasználó, mit írt? Nem láttam. Nem láttam a kamut. Okay. Én szerintem igen, nincsen már OK, és én szerintem van, csak vannak bizonyos szakmák, amik már nincsenek. Nem baj, az már kívánja a szervezetük. Norbi az oda csapna egy nagyot. Volt már ilyen. Emlékszem. Még talán most szeptemberben volt, ugye? Csak túl fiatal vagyok önhöz. Hát, ha magázódunk mindenképpen. Na, de nem baj, gyönyörű vagy, köszönöm szépen. Szingli vagyok-e? Nem. Igazából szerintem sose voltam. Csak amikor még nem volt aktuális a fiúzás. Van urad vagy barátod? Van uram. Tavaly ősszel volt. Igen, hát úgy gondoltam, igen. Szerintem a suli kezdés után lehetett, de még jó idő volt, mert emlékszem rá.
imádom önnek a live-jait. Jó van, ne fokozzuk ezt már, ezt a magázodat. Az durva, hogy most gondolkozok, én sem tudom, mikor van a gyerekemnek, már megnyugodtabb. De a 4 nap az nem olyan nagy szám, szerintem, nem tudom, én ezt gondolom. Van férje, szóval bukta. 5 ajtós autóm van. Igen, nagyon rossz a zenénk ma. Én ezt szeretem a 3 ajtós autókat, én szerintem az egy tök nagy szívás. Tehát így gyerekkel abszolút nem használható, de gyerek nélkül is én azt gondolom, hogy jó, megjött a Kitty, úgy elbeszéltük az időt. Látjátok, milyen jó, hogy ennyit trollkodnak? Mert észre sem veszem, hogy elrepül az idő, és így meg tudom mutatni nektek a Kittyt. Szép napot, Karthal! Ez mini iPad, és azt hiszem a 6-os. Azt hiszem, hogy a 6-os. Hi, baby! Hello. Képzeld el, hogy megvártunk téged, ilyen ügyes volt mindenki. Hú, nem fázik meg így a térded, babám? Nem. Amúgy rá van írva a nevem. Szerintem nem látszik. Ad a baby. Látjátok? Benézzek ide. Mit csinálok? Nem. Ez egy YouTube videó. Ez egy YouTube videó? Hát én nem tudom, most elnyomkodtam, szerintem itt mutogattam. Jaj! Szia Daniella, örülök, hogy jöttél, remélem, hogy jól vagy. Itt a Kitty meg a Maddox. Hello. Na, itt volt a nagy csapat. Köszönjük szépen, hogy megvártatok őket. Hát így sajnos véget ért a live, de nagyon izgalmas volt. Vodrább, hogy élveztem, de csak egy bizonyos százalékba élveztem kivételesen, ha lehetek veled őszinte. Holnap fogunk találkozni a megszokott időben, és akkor kipróbáljuk ezt a játékot, hogyha van kedvetek, akkor gyertek holnap is, és akkor játszunk egy ilyen WTF-ot. Köszi Tibi Csoki, köszönöm szépen a moderátorok munkáját, köszönöm a gyerekekre vonatkozó dicséreteket is, nagyon aranyosak voltatok ma is. Akinek nem inge, ne vegye magára.